Közösen énekelték el a himnuszt a résztvevők szombat délelőtt az Erkel téren. A rövid ünnepség apropóját az adta, hogy 125 éve avatták fel Erkel Ferenc mellszobrát, mely azóta is ezen a helyen áll. Az eseményen az Erkel Kórus, az Erkel Ferenc Társaság és szervezőként a Wenckheim Krisztina közalapítvány képviseltette magát. A mai nap emlékezünk arra az eseményre, hogy 125 évvel ezelőtt, június 26-án avatták föl Erkel Ferenc mellszobrát. Ezt annak idején Göndöcs Benedek apát plébános kezdeményezte, és a városi vezetés támogatásával Kallós Ede szobrászművészt kérték föl, hogy készítse el a mellszobrot. Béres István hangsúlyozta, a megemlékezésnek a szoborral kapcsolatos évforduló mellett más apropója is van, hiszen megújult a szobrot körülvevő tér is. Ez a mellszobor 125 éve ezen a helyen áll, mi a Gyulaváros önkormányzata a 200. születésnapjára felújítatta, és a tavalyi évben pedig a szobor tér átépítése is megtörtént. Úgyhogy most a város polgárai, az Erkel Ferenc Kórus és néhány polgár emlékszik erre az alkalomra. Az önkormányzat a polgármester úr révén a múlt heti koncert alkalmával megemlékezett erről a szoboravatásról, most pedig úgy, ahogy annak idején is tették, a város polgárai emlékeznek. A programon a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit.